Megkezdődnek Albániával az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások. A megkérdezett albánok több mint 90%-a támogatja, hogy országuk EU tag legyen. Albánia több fontos területen mutatott elkötelezettséget az európai integráció irányába, ami segíti a csatlakozási tárgyalások sikerét. Ilidiának Jóni elemző szerint Albánia teljes mértékben igazodik az EU-hoz a közös kül- és biztonságpolitika terén, így például az Oroszország elleni szankciókhoz. 2009 óta NATO tag, a nyugat-balkáni országok közül a leghosszabb ideje. Erősségei ellenére Albániának számos reformot kell végrehajtania, ilyen a jogharmonizáció. Az elemző kiemeli, hogy a korrupció és a szervezetbűnözés visszaszorítására hozott albán intézkedéseket méltatja az EU, de többet kell tenni az alapvető jogok, a sajtószabadság és a szólásszabadság védelmében. A tiranai vezetés 2009-ben nyújtotta be a jelöltségi kérelmet. A most kezdődő tárgyalások után az Európai Bizottság nyilvánít véleményt, ami alapján az Európai Parlament is szavaz, illetve a tagállamoknak kell egyhangú döntést hozniuk.